Jó estét kívánok! Köszöntöm a Sárvári Televízió nézőit! A következő percekben Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorunk augusztus 15-i adását látják. Az elmúlt napok legfontosabb helyi történéseinek képes tudósításai mellett sporthírekkel és programajánlóval jelentkezünk. Műsorunk elején nézzük képes tartalomjegyzékünket. Újabb járdák újulhatnak meg a városban a belügyminisztériumtól elnyert fejlesztési támogatásnak köszönhetően. Vépen szervezték meg a Magyarok Kenyere program megyei búzagyűjtő napját. Augusztus 15-től igényelhetik a szociálisan rászorulók a fűtési támogatást a Sárvári Önkormányzat rendelete alapján. Világlig címmel nyílt meg a Nádasdy Vár folyosó galériájában Zádori Klaudia fotókiállítása. Ízelítő környékünk néprajzi emlékeiből címmel nyílt tárlat a Galéria Artisban. Drámatábor várta a gyerekeket augusztus első hetében a várkerületi óvodában. A klímaváltozás miatt már nálunk is megterem a füge, előadás a Csicsergő óvodában. 14. alkalommal találkozhattak Sárváron a motorok és a rock szerelmesei a Vármeeting Nemzetközi Motoros és Rock Fesztiválon. Augusztus 11-én kezdte meg a felkészülését a Sárvárfürdő Kinizsi MB2-es női kézilabda csapata. Újabb járdák újulhatnak meg a városban a belügyminisztériumtól elnyert fejlesztési támogatásnak köszönhetően. Az önerővel együtt 30 millió forintot fordíthat az önkormányzat Sárvár 7 utcájában járda felújításra. 3,5 milliárd forint fejlesztési forrás felosztásáról döntött Pintér Sándor belügyminiszter. Az összeget 207 önkormányzat fordíthatja a feladat ellátásával kapcsolatos beruházásokra. A keretből 1 milliárd forint értékben lehetett pályázni belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Sárvár a maximálisan elnyerhető 15 millió forintos támogatást kapta a járda felújításra. Nagyon nagy öröm, hogy 15 millió forintot nyertünk a belügyminisztérium pályázatán. Egyébként lehet fanyalogni, hogy 15 millió lám-lám milyen kevés pénz, de ha egy másik megvilágításból nézzük, hogy a saját erőt ha mellé tudjuk tenni, akkor már 30 millió forint, ami viszont egy jelentős, különösen azért, mert most nem utakra, hanem járda felújításokra nyertük ezt a keretet. Tehát a nagy városi út és járda felújítási keretben majd ez a blokk önállóan fog szerepelni, és azért izgalmas, mert amikor a polgáraink kilépnek a ház vagy a lakásból a utcára, ugye a legelső élmény az, hogy milyen állapotban van a járda, tehát egy nagyon fontos közérzetjavító kérdés is. Nem mellékesen az a út és járda felújítási program, amit az elmúlt 5 évben mi elkezdtünk, az azért most már szerencsére oly mértékben meglátszik a városon, hogy a lakók is azért szóvá teszik, és ezeket a javulásokat nyilván pozitívan értékelik. 7 utcában újulhat meg a fejlesztési támogatásnak köszönhetően a járda. A Laktanya utcában a Páros oldali, a Batthyány utcában az 53 szám és a buszpályaudvar közötti járdaszakasz kap új burkolatot. Megújul továbbá a Kanizsai és az Orsolya utcák Páros oldalán, a Hásfa utca Páratlan oldalán és az Ungvár utca egy szakaszán a járda. Ha szeptemberben, októberben hozzá tudnánk fogni, akkor érdemes legalábbis neki fogni, amennyiben nem, akkor a jövő tavasszal a legelső pillanatban, amikor a járdákhoz hozzá tudunk kezdeni, akkor meg fogjuk ezt indítani. Mellékesen jegyzem, hogy a saját erőnkből még egyéb út és járda felújítás is lesz a következő évben, mert ebben az évben is már azt a módszert követtük, hogy évekre előre megvannak a tervek, sőt az ötletek, és akkor amelyet rangsorolunk, ott a tervezést is elvégeztetjük. Tehát a tél nem azzal megy el, meg a jövő tavasszal, hogy nekiállunk ötletelni, hanem már azzal, hogy megvannak a kivitelezők, megvan a versenyeztetés, és május végéig nagyjából az idén is be tudtuk fejezni ezeket a feladatokat. Egy külön kérdés van, ami nyilván megújuló feladat, hogy a kátyúzásokat, szerencsére nem olyan veszélyesek voltak ebben az évben, de hogy a kátyúzásokat is folyamatosan tudjuk a város egész területén folytatni.
Kondora István polgármester kiemelte, hogy az elmúlt évek út- és járdafelújításai során arra törekedett az önkormányzat, hogy ne csak a centrumban, hanem a perem területeken is egyenletesen fejleszten. Említeném például azt, hogy a kertvárosi részen is volt egy jelentős utcafelújítás, egyébként kapcsolódott a csapadékvizelvezető pályázatunkhoz. A mostani pályázat is döntő részben a kertvárosi területünket fogja érinteni, viszont a hegyközségben a csatornázás befejezése után az utak helyreállítása az egy kötelező alapfeladat lesz. Nyilván nem egy év alatt, de folyamatosan dolgoznunk kell, vagy a Rába-Sömjéni város részen is nagyon sokat tudtunk az elmúlt években előre haladni. Az idei évben egy újfajta technológiával újították fel a Mikes és a Bartók utcák burkolatát. Számos járda is új felületet kapott. A járdafelújítás a belügyminisztériumi támogatásnak köszönhetően folytatódik. Több mint 12 tonna búza gyűlt össze megyénkben a Magyarok Kenyere akció során. Sárvár városa is az adományozók között volt. Ötödik alkalommal rendezik meg a Magyarok Kenyere ünnepét, melynek során az ország megyéiből és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről felajánlott búzát összegyűjtik. Vas megyében Pusztavámi Mártonnak, a Nemzeti Agrárkamara Vas megyei elnökének Vép melletti telepére érkeztek augusztus 8-án a felajánlások. Itt került sor a megyei ünnepségre is, melyen jelen volt Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke, és Veres András megyés püspök, aki végül megáltotta a vasi gazdák által felajánlott búzát. Megyénkben Sárvár volt az első város, amely a gazdák mellett településként is támogatta terménnyel a gyűjtési akciót. Kondora úrnak is köszönhetjük, és Sárvár városának a felajánlást. Sőt, mint ahogy ezt említettem a beszédemben is, úttörő szerepet vállalt polgármester úr, mert elsőként a települések között megjelent a gazdák között, mint felajánló, és olyan jó példát mutatott, hogy az idei gyűjtésnél már 40 település járult hozzá a Magyarok Kenyeréhez. Idén rekordmennyiségű felajánlás érkezett, 100 adományozótól 12 tonna adomány érkezett. Alapjaiban a gazdák, a búzatermelő gazdák voltak azok, akik az adományozásban részt vettek, és így jelent meg polgármester úr hatására a települések is, tehát azt mondhatom, hogy 80%-át a termelők és 20%-at most már az önkormányzatok adják. A tavalyi esztendőben 6,7 tonna volt 88 adományozótól, az idén meghaladtuk az adományozók tekintetében a 100-at, illetve 12 tonnánál is többet gyűjtöttünk össze. Az újdonsága az az, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően nem csak Kárpátaljára és nem csak Erdélybe megy az adományokból, hanem az a mennyiség, amit az eddigiek felett gyűjtöttünk, azaz a 6,7 tonna feletti mennyiség, a 12 tonnáig, az a megyébe kerül kiosztásra. Voltak olyan támogatók, akik a munkájukkal vagy a tevékenységükből fakadóan lettek adományozók, malmok, sütödék. Róluk mit kell tudni? Ők nem adományozók, ők a támogatóink azzal a jelleggel, hogy természetesen ezt a búzát meg kell örölni, ebből lisztet készítünk, ez pedig a ceri malom lesz, illetve a Szombathelyi Sütőipari Vállalat fogja a kenyeret sütni, és majd augusztus 20-ai eseményeken kerül ez szétosztásra. A búza már a zsákokban van, a gazdáknak azonban a még lábon álló növények miatt fájhat a feje. A búzával talán még nincs akkora baj, nem lett olyan jó minőségi, mint az elmúlt esztendőkben, de termésmennyiségben nem csalódtunk. Nem ez a problémájuk a gazdáknak, hanem az, amit most élünk át, az a közel 40 fokos hőmérséklet, és ez az idei negyedik ilyen nagy hőhullám, amit átélünk, ilyenre még nem volt példa. Ez viszont inkább az őszi kultúrákat, őszi betakarítási kultúrákat bántja, mint a szóját, a kukoricát. Az Agrárkamara ilyenkor milyen segítséget tud adni, akár szakmai, akár valamilyen kompenzációs lehetőséget biztosítva, akár állami, akár más forrásokból, gondolta ilyenre a kamara? A kamara nagyon sok tevékenységet folytat, de nem direkte egy ilyen aszályra vagy hőhullámra készülve. A szakmai tanácsadás és a szakmai segítségnyújtás már a termesztés elejétől folyamatos, a szárazságtűrő fajtáknak a propagálásával, illetve folyamatban van az öntözhetőség megvalósítása, az Agrárkamara végzi a felméréseket,
és az öntözés lehetőségének a kidolgozását, hogy meg tudjuk ilyen esetben védeni, illetve volt egy másik kárunk is, amit említenem kell, mert azért 40 Vas megyei településen nagyon komoly jégkár volt, 2 év múlva kiépülhet a jégkár elhárító rendszer is. Talán a nemzeti ünnep és a rászoruló gyerekek által majszolt kenyér kicsi bizakodást ad a mezőgazdaságban tevékenykedőknek a következő időszakra. Augusztus 15-től igényelhetik a szociális rászorulók a fűtési támogatást a Sárvári önkormányzat rendelete alapján. A távhős lakásban élők és az egyedi fűtést használók is támogatásban részesülhetnek. A Sárvári önkormányzat az idei fűtési szezonban is támogatásban részesíti a szociálisan rászorulókat. A kérvényt augusztus 15-től lehet benyújtani a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal hatósági irodáján. A fűtéstámogatásnak is évtizedes hagyománya van Sárváron, mondta Kontora István polgármester. Ilyenkor, mikor nagy nyári meleg van, nem gondolunk arra, hogy jön majd az ősz és a hideg tél, viszont arra fel kell készülnünk, hogy azok, akik rászorulnak, akár távfűtéses lakásban laknak, akár családi házban és vegyes tüzelés vagy gáztüzelésű lehetőségeik vannak, hogy őnáluk is a segítséget már most augusztusig mindenképpen megszervezzük. És a feltételrendszereken nem változtattunk lényegesen. Én azt gondolom, hogy az a sok száz család, sok száz egyedül élő idősebb ember, az mindenképpen nagy segítséget kap azzal, hogy a tél folyamán hónapról hónapra lebontva ezt a távfűtési, illetve fűtési, általános fűtési támogatást igénybe tudja venni. A szabályrendszerek egyébként a Sárvári Hírlapban, illetve a televízióban nyomon követhetők, és egészen addig, amíg a fűtési szezon majd nem fejeződik be, addig tudják ezt igényelni. Értelemszerűen, aki decemberben adja be a kérvényét, az januártól veheti majd a fűtési szezon végéig igénybe. Ez a támogatás egyébként része annak a nagyon érzékeny szociális rendszernek, amely elmúlt években kiépült Magyarországon is, bár itt országosan talán nem ennyire árnyalt a helyzet, mert március 1-től a szabályok némileg változtak, és nem csak az önkormányzat, hanem a járási hivatal is, tehát a kormányzat is részt vesz a támogatási kérdésekben. A mi rendszerünkben nagyságrendileg megtartottuk azokat az összegeket, amelyeket a korábbi években is terveztünk, illetve nekünk most már nagyon sok éves tapasztalatunk van, hogy milyen nagyságrendű igény szokott összejönni, és ebben a iskolakezdési támogatás, amely szintén aktuális, étkezési támogatás, alkalmi segítség és a többi, többek között a fűtési támogatás is szerepel. A fűtési támogatás szempontjából szociálisan rászorultnak az tekinthető, akinek a családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot, egyedül élők esetén a 85.500 forintot. A fűtési támogatás összege lakásonként havi 4.800 forint, ami 5 hónapra jár. A Sárvári Hírlap augusztus 14-én megjelent 15. lapszámában olvasható tájékoztató a fűtéstámogatásról, illetve ebben a lapszámban található a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal hatósági irodájába benyújtható kérelem és jövedelem igazolás nyomtatványa is. Világlik címmel nyílt meg a Nádasdy vár folyosó galériájában Zádori Klaudia fotókiállítása. A tárlatot Telek Balázs fotóművész levélben köszöntötte, Dabóci Dénes művészettörténész pedig a helyszínen tartott nyitóbeszédet. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Idézte József Attila versét megnyitó beszédében Dabóci Dénes művészettörténész augusztus 6-án az összegyűlt közönség előtt. Ezek a képek leginkább a Camera Obscura által vetített képre emlékeztetnek, mert bizonyos határok között azzal a technikával mindent le lehet képezni. Hasonlított az ősi technikához Zádori Klaudia fotói Dabóci Dénes. A fotográfusnak ez volt az első önálló kiállítása. Az írás mellett kezdett fényképeket is készíteni. Portrékot, utcaképeket, és néha a családjának egy-egy tagja is feltűnik a képeken. Mint mondotta, mindenben azt szeretném megfogalmazni, hogy ki vagyok én. Mi világlik ki a hétköznapi megélt világból? Két értelme van ennek a világlik megfogalmazásnak. Egyik a fénylik rokon értelműje, és egy csomó képen, vagy hát a képek nagy részén megjelenik egy fényforrás, vagy egy természetes, vagy egy
mesterséges, a másik pedig az, hogy a világnak egy-egy lyukából hoztam valamit, amit én úgy láttam, és megpróbálom azt megmutatni, hogy én mit látok belőle, mert nyilván mindenki más lát ugyanabból. Ez lehet, hogy egy ilyen önismereti út is, tehát amit én utólag tudok meg saját magamról. Egyébként az, hogy ezek fekete-fehér képek, vagyis nagy része, az egy teljesen tudatos választás. Akkoriban, amikor ezeket fotóztam, akkor olyan gépen volt, amin beállíthattam a fekete-fehér stílust, és rögtön fekete-fehérben fotóztam. Tehát ez nem egy utómunka, hanem ezek eleve fekete-fehérben születtek, legalábbis a nagy része. Zádori Klaudia szerint a képek önmagukban való értelmezhetőségét csak zavarnák a képeknek utólag adott címek. Ez abszolút tudatos volt, ugyanis nem akartam befolyásolni a nézőket azzal, hogy én hozzáteszek vagy elveszek valamit. Kicsit ez olyan, mint aki mondjuk zenél, az tudja, hogy milyen az, amikor a kotta alá még betűvel is aláírják a hangokat, hiszen pont az ötvonalrendszer az azért van, hogy az ember abból olvasson, és nem kell egy másik segítséggel ugyanazt odaírni. Tehát, hogy ez abszolút tudatos volt, nem akartam címeket. A kiállító fotós talán nem véletlenül utalt a zenei hasonlatra, hisz a kiállítás megnyitón Zádori Édoa Amarilla, hegedű művész, egy ez alkalomra íródott zenedarab bős bemutatóját tartotta. A fényképezőgép lencséje előtt felvillanó képek a Nádas Divár Vajosó galériájában augusztus 26-ig, naponta 10-től 18 óráig tekinthetőek meg. Hámori Sándor magángyűjtő és a Nádasdy Ferenc Múzeum néprajzi anyagából nyílt kiállítás augusztus 9-én a Nádasdy Vár Galéria Árcisz kiállítótermében. A 35. Nemzetközi Folklórnapok nyitó rendezvénye ez a kiállítás, mondta Kondor János, a Művelődési Központ igazgatója, az Ízelítő környékünk néprajzi emlékeiből című tárlat megnyitóján. Egyedülálló a Galéria Árcisz történetében, hogy a magyar népművészet kizárólag eredeti emlékeiből nyílik kiállítás. Kondora István polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy bár naftalinban őrizzük a múlt emlékeit, de a jelent és a jövőt próbáljuk vele megfogni. A tárlatot megnyitó Taródi Lajos, a Velemi Stúdió Népművészeti Egyesület elnöke úgy fogalmazott megnyitó beszédében, hogy a lelke melegszik mindig, amikor ilyen helyre jön, ahol érzi az övéhez hasonló értékrend jelenlétét. A paraszti kultúrában, a tárgyi folklór emlékeiben anyag, forma és funkció hármas egysége mindenütt tetten érhető. A kiállítás minden darabja erről tanúskodik. A tárlaton Hámori Sándor magángyűjtő anyaga és a Nádasdy Ferenc Múzeum gyűjteményéből egy olyan válogatás látható, amelyet a raktárban őriznek, nincs állandó jelleggel kiállítva. László Gyula jut eszembe, a régész professzor, aki azt mondta, amikor leszállok egy sírgödörbe, mindig megelevenedik az a múlt, amit én éppen kutatok. Tehát azzal az alázattal szállt le egy-egy sírgödörbe, és azzal az alázattal jövök én ilyenkor ilyen helyre, hogy látom, próbálom megeleveníteni azt a paraszti világot, amelynek a viseleteit itt láthatjuk. Tehát számomra rettentően fontos dolog, amit az előbb is említettem, hogy a régiek a teremtett világgal szoros kapcsolatban álltak. Tehát aki hajnalban kimegy a határba, elcsendesedik ott magányosan, és figyeli a napfelkentét, és figyeli azt, hogy körülötte, hogy éled a világ, amikor a nap beragyogja a tájat, annál csodálatosabb élményt senki nem, a televízióban ezt nem kaphatjuk meg. Tehát én azt gondolom, ahhoz, hogy értéket képviseljünk, ide észrevegyük az értéket, el kell csendesedni. Növekedni csak csendben lehet. Ezért mondtam én azt, hogy ilyen helyre én egyedül szeretek menni, mert egy gyalogszék mellé lekuporodok, lehet, hogy fél óráig nézegetem, és próbálok ráhangolódni annak a készítőire is, és itt a lelkiség gazdagsága is jelen van, tehát azt lehet látni, hogy azok a kézművesek, akik ezeket a használati tárgyakat, illetve ruhákat, viseleteket elkészítették, azok bizony nagy-nagy alázattal és tisztelettel nyúltak az anyaghoz, ahhoz az anyaghoz, amit a teremtő adott nekünk közben a környezetünkbe. A kiállítás megnyitóján vasi népdalokkal Tanai Erzsébet népdalénekes működött közre. A tárlat augusztus 30-áig tekinthető meg a Galéria Árciszban.
Drámatábor várta a gyerekeket augusztus első hetében a várkerületi óvodában. A tartalmas elfoglaltságot több mint 20 óvodás és kisiskolás választotta a szünidő derekán. A dráma pedagógiai tábor ötlete néhány évvel ezelőtt pattant ki a műfajban élen járó óvodapedagógus Szabóné Németh Edit fejéből, aki az egyetemen ismerte meg az egyik népszerű napi sorozatban elhíresült Farkasházi Réka édesapját, rajta keresztül pedig magát a színésznőt. Editnek nagy álma volt, hogy egyszer közösen csináljunk egy tábort. Eljött Budapestre a Gornagy Mária Tini tanodába, ahol én tanítok, és megnézte, hogy hogyan foglalkozom én a gyerekekkel, és akkor utána azt mondta, hogy egészen biztosan szeretné, hogyha ezt a szemléletet ide is elhoznánk Sárvára. És aztán kisebb-nagyobb szervezési folyamat után végül is elindult a tábor hétfőn. Annyi változott, hogy két kolléganőm tartotta a frontot, mert hogy a televíziós munkám úgy jött ki, hogy én ingáztam Budapest és Sárvár között, de nagyon komolyan átbeszéltük, hogy mi az, amit szeretnénk a gyerekekkel csinálni. Miután ez egy tábor és nyárról van szó, nyilvánvalóan még játékosabb, még könnyedebb foglalkozásokat igyekeztünk felépíteni, de egyébként is a dráma pedagógiának, a drámajátéknak az a lényeg, hogy minden tudást a játékon és a tapasztaláson keresztül szerezzenek meg a gyerekek. Itt most tanultak nagyon sok mindent, amit talán észre sem vesznek, és lehet, hogy a szülők sem, legalábbis nem rögtön első pillanatban. Már önmagában az nagyon komoly dolog, hogy óvodáskorú és kisiskolás gyerekek hogyan tudnak elfogadni két-három új felnőttet nagyon-nagyon rövid idő alatt. Ráadásul a gyerekek nagy része nem ismerte egymást, a rendelkezésre álló idő pedig rövid volt, így a drámapedagógusoknak nagyon gyorsan kellett összekovácsolniuk a csapatot ahhoz, hogy hatékonyan és eredményesen tudjanak velük dolgozni, és olyan tudást adjanak nekik át, amit a mindennapi életben is hasznosíthatnak. Ezek nem exakt dolgok, hanem olyasmik, mint például a nyitottság, vagy az, hogy rugalmasan kezelni egy-egy helyzetet, amit a mindennapi életben, főleg aki most kezdi az iskolát, biztos, hogy nagyon hasznosan tud majd kamatoztatni. Hát új környezetbe fognak kerülni ezek a gyerekek. Van, aki most megy ötödikbe, akkor megint új tanárok, és ezzel az 5 nap alatt biztos, hogy tanultak olyasfajta módot, amivel ezeket a nehezebb helyzeteket át tudják vészelni. Vagy pontosabban nem is vészelni, hanem inkább örömüket lelik bennük. A kreativitásukat próbáltuk megfejleszteni, kicsit bátorságot adni nekik abban, hogy bármit ki lehet próbálni az életben, hogy nem kell szemérmesnek, szégyenlősnek lenni, hanem ki kell próbálni dolgokat. Egymás elfogadásában próbáltuk segíteni őket, hogy attól, hogy valaki más, attól még nem kell bántani, sőt, az elfogadás az egyébként is nagyon-nagyon fontos probléma a Magyarországon. A gyerekek természetesen nagyon jól érezték magukat az 5 nap alatt. Szóvivőjük pedig megerősítette azt, amit a táborvezetője mondott. Nagyon sok új embert ismertem meg, köztük Szent László iskolásokat és Gárdonyi Géza iskolásokat, és ebbe a táborban készségfejlesztő játékokat is játszottunk, énekeltünk és táncoltunk. A tanultakat pénteken délután egy 20 perces műsor keretein belül a szülőknek is előadták. Mind a produkció, mind pedig a tábor nagy sikert aratott. Így szinte biztos, hogy jövő nyáron lesz folytatása a kezdeményezésnek. A füstli íze mostantól bárhol, bármikor. Kóstolja meg az új Snacky & Go mini virslit füsti ízű és sajtos ízesítésben is. Az autó Baumgartner Kft. Szombathelyen a Csaba út 7 szám alatt található. Sárváron legegyszerűbben a Tesco áruháztól Körmend felé autózva, a körgyűrűn, a V-Pík körforgalom után jobbra lekanyarodva közelíthető meg. A cég, mely már 20 éve áll ügyfelei szolgálatában, olyan magas minőségi követelményeknek megfelelő szolgáltatást nyújt, amely maradéktalanul megfelel az ügyfelek igényeinek, mind az új autó értékesítés, mind a szervizszolgáltatás területén. Ennek a munkának az elismeréseként 2012-ben és 2013-ban is a legjobb Renault kereskedésnek választották Magyarországon.
az autó Baumgartner Kft. Szolgáltatásai. Új Renault és Dacia típusú személy- és haszongépjárművek értékesítése, tesztvezetés. Használt autóbeszámítás és értékesítés, teljes körű ügyintézés. A szerviz vállalja Renault személy- és haszongépjárművek garanciális és azon túli javítását, időszakos karbantartását, illetve más típusú gépjárművek szervizelését is. Műszaki vizsgára felkészítés, eredetvizsga. Gyári alkatrészek felhasználásával elvégzett javítások esetén 12 hónap garancia. Telephelyünkön a műszaki vizsgáztatás a Magyar Autóklub segítségével történik. A klímaváltozás miatt már itt is megtermő fügét ajándékozott a Csicsergő óvodának Pajor Géza, helyi gazdálkodó, aki előadást is tartott a gyerekeknek. A hőmérsékletváltozásnak akadnak kedvező hatásai is. Már a mi vidékünkön is termőre fordul a földközi tenger környékén és a Kis-Ázsiában honos füge. A zamatos füge az egyik legősibb kultúrnövényünk, szépen díszlő példányai mediterrán hangulatot árasztanak. A fügefa ősi kultúrnövény volt, tehát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ásatásokon 7000 éves fügemaradványokat is találtak már régészek. A fáraók kedvelt gyógynövénye volt számos kedvező hatása miatt. Az ókori Rómában a Romuluszt és Rémuszt szoktató farkasnak egy fügefa adott árnyékot. Abban a korban már 29 féle fügefajt ismertek. Hazánkban a 16. századtól terjedt el. A fügefa régóta a termékenység, a házasság, a szerelem szimbóluma. A mezőgazdász végzettségű Pajor Géza nyugdíjasként kertjében neveli és ápolja a több mint 3 méteresre is megnövő terebélyes fügefát. Néhány leveles ágat is mutatott a gyerekeknek, miként hajt ki először a termés, majd utána a jellegzetes alakú levelek, melyet az első emberpár is viselt. A fügefa az eperfafélék családjába tartozik, rokona tehát a lakásokban gyakori fikusz, a gumifa és az eperfa is. A füge 3-10 méteres cserjéjén júliustól októberig teremnek a 3-5 cm nagyságú, körte vagy csepp alakú termések. A húsa pirosas, lédús, apró magvakat találunk benne. Héja zöld, lila vagy sárga. Az ókorban a termés gyógyító erejét kimerültség ellen gyors roborárószerként alkalmazták. A fügének nagy a cukortartalma, a belőle készített pép pedig kitűnő gyógyír volt fekére, torok és fülfájás esetén is használták. Nyers állapotban emésztési zavarok, székrekedés ellen, a főzete pedig köhögés és tüdőbaj esetén régről ismert háziszer. A füge segíti a szervezet méregtelenítését, erősíti az immunrendszert, kiegyenlíti az esetleges túlzott savképződést, mely reumát és fejfájást okozhat. Kálium tartalma adja tápértékét, emiatt jó hatással van a szívre és a keringésre. A benne található B-vitaminok segítik a táplálékok felszívódását. A füge rengeteg növényi rostot tartalmaz. Egy szemfüge tartalmazza a napi rossz szükségletünk 1/5, 50 mg kálciumot és 1,2 mg vasat is. Az előadásnak ez a része a jelenlévő óvodai dolgozókat is érdekelték, talán még a gyerekeknél nagyobb figyelemmel kísérték a füge jótékony hatásait. A gyümölcs történetének és tulajdonságainak megismerése után mindenki örömmel kóstolta az érett és édes füge termést. A kiválasztáskor figyelni kell a gyümölcshús keménységére, mert az éretlen vagy csak félig érett gyümölcs kellemetlen ízű, fanyar. A leszedett gyümölcs csupán néhány napot bír ki a hűtőszekrényben, és az itt megtermő magyar fajtákat asszalni sem lehet. Így a legjobb, ha mosás után kisebben elfogyasztjuk. Ahogy tették ezt a Sávári Csicsergő óvodában is. Sok-sok év után újra Sárváron koncertezett az Anima Sound System. Augusztus 1-jei előadásuk a nemrég megjelent új lemez a Gravity and Grave bemutatása jegyében telt. Az Anima Sound System már több mint 20 éve az underground zenei élet fontos szereplője. Sikerei kulcsa, hogy képesek időről időre megújulni. Úgy haladnak a zenei trendekkel, hogy régi rajongóik is hűségesek maradhatnak hozzájuk. Nem csak hazánkban népszerűek, többször felléptek már Prágában, de Berlinben, Párizsban is értek el sikereket. Az
Az alapító Rieger Zsolt mellett ma már lánya Rieger Fanni énekel a zenekarban. A marokkói, ám annál lelkesebb sárvári közönség az egész este folyamán jól szórakozott, és láthatólag a zenekar sem zavarta a nagyobb tömeg hiánya. Korszerű, látványos előadásuk igazi élményt adott mindenkinek. A 14. alkalommal találkozhattak Sárváron a motorok és a rock szerelmesei a Várméting Nemzetközi Motoros és Rock Fesztiválon. Idén is több ezer érdeklődőt vonzottak az augusztus 7. és 8. koncertek. Megtelt a Nádasdivár udvara motorosokkal és a sátraikkal augusztus 7-én estére. Az ország minden részéből, de még külföldről is érkeztek fesztiválozók a 14. Várméting Nemzetközi Motoros és Rock Fesztiválra. A főszervező idén is a Hells Angels Budapest Motoros Klub és személy szerint Král Csaba volt, aki 3 napon át fáradhatatlanul szervezett és intézkedett. Több mint 20 éve csináljuk ezt a dolgot, tehát nem csak Sárváron, hanem máshol is. A klub az 65 éves, tehát maga a klubhoz tartozó szimpatizánsok is jönnek, plusz szeretik a várost, szeretik a feelinget, szeretik ezt a várat. Igazán még egy ilyen rendezvény az országban nincs, tehát ilyen úgymond kulturált keretek között, egy ilyen várfalakon belül, ilyen nívós programmal, amit tudunk hozni, tehát ez igazán az országban egyedülálló. Ma mennyire lehet támogatókat szerezni egy ilyen rendezvény megvalósításához? Hát nagyon nehéz, hála Isten, most már a város is beszállt ebbe a dologba, valamilyen szinten a polgármesternek köszönhetően. Kisebb támogatásokat ugye tudunk szerezni, a többi az a szerencse dolga, tehát már nagyon nehéz. Számolgattatok-e, hogy egy-egy alkalommal hány motoros vesz részt a fesztiválon, mekkora az érdeklődés? Hát igazán ez időjárás függő, tehát minden évben változik. Van, mikor a motorosok vannak többen, van, mikor a város népe. A motorosok az ilyen 1000 fő körül mozognak minden évben. Mit gondolsz, hogy meddig lehet még értetni ezt a fesztivált, ezt a motoros kultúrát? Hogy látod a jövőjét? Hát nem tudom, minden évben nehezebben volt olyan év, hogy azt mondtuk, hogy jövőre nem csináljuk. Kicsit most megint szájra keltünk, jövőre 15-dik. A város is ígérte, hogy a 15-dikre kapunk egy kicsit több támogatást, úgy gondolom, hogy jövőre még jobb lesz. A 4. alkalommal megrendezett rockmustra pénteki napján már az első fellépő zenekar, a Paddy and the Reds koncertje hatalmas siker volt. Együtt táncolt és énekelt velük a várudvart megtöltött tömeg. Paddyék különböző nemzetek kocsmazenéit ötvözik dögös, koszos, punk rock elemekkel. A motorosok közül volt azonban, aki még csak a nyitókoncert alatt érkezett Sárvára, és a sátra felállításával foglalatoskodott. János Somorra érkeztünk az Őridők kapuja motoros baráti körrel. Első alkalommal vagytok itt? Nem, körülbelül 11-szer már voltunk itt, vagy 12-ször. Körülbelül. Mi az, ami mindig visszahoz benneteket Sárvára? A jó hangulat, Vas megye, az emberek szeretete, nagyon király a buli, minden évvel, minden alkalommal. A vendéglátás tökéletes. Jó rendezés. Ti magatok mióta motoroztok? Ember emlékezet óta. Konkrétabban gyerekkorunk óta. Baráti társaság, mindannyian barátok vagyunk, nagyon régóta. Itt maga a város Sárvár mennyire fogott meg benneteket? Van-e alkalom arra, hogy körülnézzetek, kipróbáljátok a fürdőt? Nagyon. Hát általában a szombat reggel az mindig józanodással telik a fürdőben, de holnap megspóroljuk ezt a nagy költséget, mivel nagyon drága, és a Rábán fogunk fürödni hagyományos módon nudistaként a kavicsfővenyen. Itt a fellépők között van olyan kedvenc, akire tombolni fogtok együtt a társaság? Szerintem mind. Lord, Tankcsapda, Kowalski, meg a Vega, Deák Bill. Momentán szerintem Magyarországon ők a legjobbak. A halandó embert, aki nem ül motorra, mindig elkápráztatja, vagy egy kicsit félelemmel kelt jel, hogyha motorosokat lát. Mi az az életérzés, hogy lehet ezt a motorozást megfogalmazni? Nem akarok banális szavakat használni, a szabadság. Szél sűvítése, a végtelen szabadság. A Várméting profi konferenciéja idén is Tóth Roland színművész volt, akit a közönség, főként az egyik kereskedelmi televízió napi sorozatából ismerhet. Ezen a motoros fesztiválon, ha így hívjuk, motoros találkozón, körülbelül 7.-8. alkalommal vagyok itt. Műsort vezetek körülbelül 6 éve itt Král Csabinál, és akkor még nem volt Hells Angels, amikor elkezdtük az egészet. Még a Northside Motoros Klub volt,
Hát Sárvár egy csodálatos hely. Az emberek nagyon közvetlenek, nyugodtabbak, mint talán máshol Magyarországon. Nem is tudom, minek köszönhető ez. És most motorral érkeztem, de felüdülés nekem mindig ide érkeztem. Te magad mióta motorozol? Honnan ez a szerelem? Nagyapám volt motoros, és 14 éves koromban letettem a motoros vizsgát. Állati erővel hajtott járműre és semmi motoros kerékpárra, onnantól motorozom. Nyáros szünettel telik, mivel töltöd még a nyarat a motoros találkozón kívül? Nem sokára indulunk Erdélybe motorozni, most gyűjtünk majd itt Sárváron a Dévai Árváknak, Bőte Csabának és a Ferences Alapítványnak. Ezzel, illetve a családommal, szüleimmel, gyerekemmel, barátaimmal. A Kowalskinek a Vegas Sárváron tavaly debütált. A péntek este második fellépői voltak, koncertjükre már nyugodtan kitehették volna a szervezők a megtelt táblát. A tankcsapda ismét profi produkciót nyújtott, majd a Blues Company fellépése zárta a péntek estét. Szombaton a kora délutáni hőségben Streetfighter Show izdította tovább az amúgy is forró aszfaltot. Mókus és Szöllősi Pepe betyárejtették ámulatba a sárvári közönséget virtuóz show műsorukkal. Ezt követően a tükrös metál motorcsodák utcai erődemonstrációja következett. A motoros felvonulás célállomása a Pannonia Ring volt. Motorok százai dübörögtek végig a város főutcáján. Sportmotorok, chopperek, crossgépek, túramotorok és quadok fújták magukból a szabadság jellegzetes illatát. A szombat este szár fellépői a helyi zenekarnak számító Lord együttes és Deák Gyögyula voltak. Hozták jól ismert slágereiket, a közönség által megszokott profi produkciókat. A 14. Vármeeting kiváló zenékkel, páratlan hangulatával ismét a motorosok, a városlakók és turisták ezreit vonzotta az Ódonvár falak közé. Kedves nézőink, műsorunkat városi programajánlóval folytatjuk. Augusztus 15-e és 20-a között szervezik meg a 35. nemzetközi folklornapokat városunkban, amelyre Baszkföldtől Bulgáriáig érkeznek vendégegyüttesek. Augusztus 16-án 19 órakor kerül sor az ünnepélyes fesztiválnyitóra és nemzetközi táncházra a várudvarán. Augusztus 20-án 17 órától tartják a hagyományos felvonulást, a fesztivál záró gála 18 órakor kezdődik a várudvarán. Részletes program a folklornapok.hu weboldalon olvasható. Augusztus 11-én kezdte meg a felkészülést a Sárvárfürdő Kinizsi NB2-es csapata. Női kézilabdázóink terem hiány az első napokban a névadó Gyógy és Wellness fürdő homokos pályáján edzenek. Az NB2-es női kézilabda bajnokság elméletileg szeptember közepén kezdődik. Különböző problémák miatt azonban még sok a bizonytalanság a homályos pont, ami bizony nem könnyíti meg a sárváriak felkészülését sem. Jelen állás szerint 10 csapattal indul el az északnyugati csoport. Én tettem kísérletet arra, hogy változtassanak, de még a jövő évre sem ígértek változtatást. Javaslatom az lett volna, hogy a 6 csoportból csináljunk 4-et, és 14 csapattal az egy komoly bajnokság lehetett volna. Játéknapok adottak, 10 csapattal lesz a sorsolás a 12-es tábla szerint, ami azt jelenti, hogy hol játszunk, hol mérkőzésünk lesz, hol szabadnaposok vagyunk, és ehhez még hozzájön egy icipicit, ahogy hallottuk, a teremnek a kicsit, hát nem is felújítása, de energetikai renoválása, így teremgondokkal is küzdünk egy picit. A terem felújításának következménye az, hogy várhatóan október végéig Sárváron nem áll a kézilabdázók rendelkezésére, sem edzésre, sem mérkőzés rendezésére alkalmas szabványos sportcsarnok. Közben a játékos keretben is komoly változások várhatóak, hiszen jelen állás szerint munkahelyi vagy egyéb magánéleti elfoglaltság miatt többen is jelezték, hogy felhagynak az aktív játékkal. A sárvári kötődésű mag azonban szerencsére marad, a feladat ennek kiegészítése környékbeli játékosokkal.
Szó volt már róla a télen is, hogy egy-két játékossal erősíteni kellene. A téli kettő olyan ember a haladástól az úgy néz ki, hogy megérkezett, itt mögöttünk már futnak. Közben bejelentkeztek Bükről hárman. Jelenleg két aktív és egy tavasszal nem játszó játékos, ők is szívesen folytatnak Sárváron. Én nagyon örülök ennek a dolognak, és úgy gondolom, hogy jelen pillanatban akkor 14-16 használható emberünk lett a tavalyi 8-10-el szembe. Védj egy jó kapust, tartja a mondás. Nos, a Sárvárfürdő Kinizsinél ezen a poszton is lesznek változások. A Haladás megvan szorulva a kapusposzton, mivel ők is segítettek nekünk, mi is próbálunk segíteni. A Jurik Petrát, aki Győrből járt hozzánk edzésre, úgymond felajánlottuk, vagy hát felkínáltuk a Haladásnak, amennyiben megfelel neki, a napokban ez el fog dőlni, hogy átigazol a Haladáshoz, vagy nem. Helyette viszont akkor a Márkus Dalma úgy néz ki, hogy nem kettősre játszik Sárváron, hanem átigazol, illetve Anita, a régi kapus visszajön. Takács Anita tehát szülés után, míg Márkus Dalma térdműtétet követően kell, hogy minél előbb visszanyerje korábbi formáját. A felkészülésre nagyjából 6 hete van a Hegyi Gábor edzette felnőtt keretnek, ami alatt több edzőmérkőzést és talán egy 2-3 napos csapatépítő edzőtábort is be tudnak majd iktatni. A 2015-2016-os NB3-as labdarúgó bajnokság őszi szezonjának második mérkőzését a Csepel otthonában játszotta a Sárvár FC, ahol 2-1-es vereséget szenvedtek. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk augusztus 15-i adását látták. Új pénteki mozaikkal augusztus 21-én jelentkezünk. Új közéleti magazin műsort pedig augusztus 22-én 19 órától láthatnak majd. Műsorainkat megnézhetik a www.sarvartv.hu weboldalunkon is. Kövessenek bennünket a Facebookon is. A viszontlátásra!